Sziasztok! Már is májusnál járunk, gyorsan telik 2023, számos filmet tartogat e hónap is mozipremiérek szempontjából, szóval nem is szaporítanám tovább a szót, nézzük, mely filmeket leshetjük majd meg e hónapban, vagyis itt a májusi mozivárók. Május 4-e. A Galaxis őrzői trilógiává bővült Biz, ráférne a Marvelre egy kis vérfrissülés, nem tudom, hogy ez a darab hozza el nekünk ezt, remélem, hogy igen. James Gunn a rendezői székben, ez nem rossz hír, űrlord bánatos Gamora elvesztése miatt, viszont össze kell verbuválja a régi csapatot, mert egy új veszély leselkedik rájuk, én bízom benne, hogy az őrzők régi fényükben tűnnek majd fel, hát hajrá! Francia filmdráma Mások gyermekei. Rachel egyre közelebb kerül új szerelméhez, a férfinak van egy 4 éves gyermeke már egy másik kapcsolatból, így a nagy kérdés, hogy tudnak-e egy családdá válni, illetve a nőnek a vágya meddig élhet, hogy saját gyermeke is legyen. Hát ezeket boncolgatja eme film. Ukrán animációs alkotás, Mafka az erdők őrzője. Mafka egy erdőtündér, egy erdővédő tündér, aki beleszeret egy zenész fiúba, ám választania kell a srác és a küldetése között, a kettő együtt nem megy. Családi animációs kalandocska. Szerelem lábújhegyen, kerekes vicce egy cseh filmben, bizony. Egy család Prágából egy kisvárosba költözik, a férj ingázik munkahelye és lakása között, így egyre kevesebb szeretet vesz ki a családja életéből, ám ez egy romkom, szóval súlyos mélységekre azért ne számítsunk, nyebugyemtje. Majd egy finn családi fantasy. Lassan a teljes európai mezőny felsorakozik, Winsky és a láthatatlanság ereje. Egy kisfiú egy titokzatos gyógyszerész porának köszönhetően láthatatlanná tud válni, így bűnöldöző szuperhőssé válik. Hát fantasztikus. Május 11. A jövőben a katolikus egyház rájön, hogyan támadhatja fel a nemrég elhunyt embereket, természetesen ahhoz, hogy esélyt kapjon erre bárki, hinnie kell Istenben és büntetlenül kell élnie. Egy pap nyájába gyilkosság történik, melynek köze lehet a feltámasztásokhoz. Az egyház persze tagad, a pap meg nyomoz, a film pedig a Feltámadás című sci-fi horror. Folytatást kap a Könyvklub című vígjáték. Jane Fonda, Diane Keaton, Andy Garcia is visszatérnek, most Olaszországba viszik a Könyvklubot, nem bár titkok kerülnek itt elő, a nyugis vakációból egy őrületes európai kaland keveredik, csak ezt mi is így érezzük majd, szóval könyvekre fel! Magyar vígjátékot is kapunk, Legény búcsú extra címmel. A filmben két legény búcsús csapat versenyzik egymással, hogy megnyerjék a több millió forint értékű főnyereményt. Dani mennyasszonyával együtt szedi össze versenytársait, így egy válogatottan fura csapat verbúválódik össze. Rózsa Gábor első nagy játékfilmje. Lengyel animációs alkotás is jön, mondom, itt van egész Európa. A rajzfilm egy medvebocsot és papáját követi nyomon, akik kalandra indulnak, hogy megtalálják az aranyvölgyet, amelyről úgy tartják, hogy végtelen mézforrást rejt, és elkészíthessék a születésnapi tortát a kicsinek. Jaj, de szépen! Okozhat-e nagy bajt egy eltévedt SMS? Vagy hozhat valami jót, vagy elvezethet egy ember élete szerelméhez. Egy romantikus ügyeték van, ugye bármi megtörténhet, főleg ha tévejgő szerelmeseket Céline Dion vezeti helyes útra, márpedig a ráadás szerelemben pontosan ez történik. Hát, My Heart Will Go On. Julia szenvedélyesen rajong a motorozásért. A szegény sorsú fiatal lány mindent elkövet, hogy bekerüljön az éjszakai illegális motorosok világába, akik vakmerő és bámulatos mutatványokat hajtanak végre, plusz egy bűnbanda is képbe kerül. Ez a film a Rodeo egyfajta francia halálos iramban motorokkal és csajjal. Május 18. Még egy francia mozi, a galkakasok nagyon kapargatnak itthon. 30-as évek Párizsa, egy fiatal színésznőt egy neves filmproducer meggyilkolásával gyanúsítanak. Önvédelemnek mondja az esetet, a nő egyenjogúsága nevében, ám nem várt fordulatok tarkítják az ügyet. Je m'en m'en pas à la gilok. Majd Vin Diesel kapcsol nagysebességre és megérkezik a valódi halálos iramban, és robog be egyenesen a nagyvásznakra immár 10-szer. Lassan hosszabb lesz ez a széria, mint sok Netflix sorozat. Az autóorgia szereplői is nagyrészt visszatérnek, a család szinte együtt, kivéve ugye Rockot, aki helyett most egy másik izomkolosszú Jason Momoa ugrott be. Lesz itt minden CGI parádé, fizikát nem ismerő mutatványok, szóval tipikus halálos iramban tudunk kerülni mi is.
A Járatlan Udakon című francia drámában az Oscar-díjas Jean Dujardin-t láthatjuk majd. A sikeres író Pierre egész életében extrém élmények és különleges utazások során kereste önmagát. A valós eseményeken alapuló történet a természettel való kapcsolódásról, önmagunk megtalálásáról, az akarat előről, a gyógyulásról és az újrakezdésről szól. Május 25. A Disney ismételten egy nagy klasszikusát ülteti át élőszereplős verzióban. A kis hableány ez, Ariel történetét szerintem senkinek nem kell bemutatni, a Chicago rendezője dirigálta most le. Ursulaként itt van Marissa McCartney, Tritonként Javier Bardem. Hát meglátjuk, hogy mit hoz ki ebből a Disney. Azért az élőszereplős újrázások inkább szerintem kicsit feleslegesek voltak eddig. Egy-két kivétellel, hát reméljük ez is kivétel lesz. Egy Texas Rangernek egy veszélyes nemzetközi terroristát kell felkutatni, hogy megakadályozza a London elleni merényletet. Ez a One Ranger, és bizony John Malkovich és Thomas Jane lesznek a főbb szereplők. Nagyon B-film hangulata van. Sarah egy túlsúlyos tini lány, aki tanulja lesz, hogy egy idegen elrabolja azokat a lányokat, akik rendszeresen csúfolták őt. Amikor a rendőrség elkezd kérdezősködni, Sarah nem mond nekik semmit, őrüldik az igazság és a férfi között, aki tulajdonképpen megmentette. A Röfi egy elég véres és beteg mozi, nagyon egyedi, azt tuti. A film egy Sebastian nevű férfira koncentrál, akit mennyasszonya meggyőz, hogy a július 4-én nemzeti ünnep alkalmával vigyék magukkal látogatóba a vőlegény olasz származású házsártos édesapját a nő szupergazdag rokonságához a hétvégére. Hát igen, Robert De Niro megint bohóckodik, én csak bízni tudok, hogy ezúttal ez egy színvonalasabb örömjáték lesz, mint mondjuk a sok tucat filmje, ami mostanában előkerül. Hát hajrá, Mr. De Niro! Most eme filmek jönnek majd májusban, szerintem akad elég sok és elég sokféle alkotás, majd írjátok meg, hogy mi az, ami titeket bevonza nagymásznak elé, addig is én nagyon jó filmezést, jó mozizást kívánok mindenkinek, sziasztok!